az idei népszámlálásnak rengeteg újdonsága van, és alapvetően minden ilyen újdonság a több nyelvűséghez kötődik. És azt hiszem, hogy ez az újszerűsége, ez a nagy eredménye ennek az idei népszámlálásnak, hogy gyakorlatilag sikerült minden területen egyfajta több nyelvűséget bevezetni. Kezdve a magyar nyelv űrlap használatának a lehetőségétől, egészen a kampány megvalósításáig, állami költségvetésből folytatott magyar nyelvű kampány lehetőségéig szinte minden területen sikerült ezt megvalósítani. Van egy másik eleme is, hogy a biztosok toborzásakor most már feltétellé vált az anyanyelvismeret. Nem kizáró feltétel, de nagy előnyt élveznek azok a személyek, akik ismerve az illető nyelvet az illető településeken tudnak bekerülni biztosként. Azt hiszem, hogy ezek a nagyon-nagyon fontos elemek, és úgy gondolom, hogy azáltal, hogy törekedtünk egy nagyon széleskörű többnyelvűségre, ezáltal a bizalom erősítésben van nagy szerepünk, és nagy szerepe ebben a folyamatban. Tehát lesznek magyar nyelvű űrlapok is, magyar biztosok is lesznek. Magyar kampány is lesz, és ez mind az állami rendszeren belül, mert ehhez kapcsolódik egy RMDS által finanszírozott saját kampány is, saját toborzási tevékenység, meggyőző munka és ilyen jellegű tevékenység. Tehát amit én elmondtam, az igazából arra vonatott, amit a román állami keretek között elértünk. Mert ezzel párhuzamosan nyilván folyni fog az RMDS-nek saját kampánya, saját toborzási erőfeszítései, saját honlap tervei és más hasonló dolgok. Lesz még egy több mint 100 oldalas kézikönyv is? Ami... Igen, a kézikönyv az nem az állami költségvetésből lesz megvalósítva, hiszen az egy több mint 100 oldalas nagy kötet, viszont azt felvállaltuk, hogy azt a kézikönyvet lefordítjuk, és legalább a saját biztosaink számára elérhetővé tesszük azáltal, hogy felkerül a honlapra. Az állami hatóságok milyen hajlandóságot mutattak a többnyelvűség biztosítására? Említette, hogy egy ideig semmi hajlandóság nem volt. Hogyan sikerült ezt megváltoztatni? Valóban nem volt semmiféle hajlandóság, hiszen nem érdekük nekik az, hogy a valós többnyelvűség megvalósuljon. Mi decemberben, én személy szerint decemberben írtam az első levelemet a bizottság elnökéhez, amiben elmondtam, hogy mit szeretnék megvalósítani. Azokra máig sem kaptam választ egyébként, viszont a napi vitákból kiderült az előző hónap végére, hogy igazából semmit sem akarnak ebből elfogadtatni. Erre írtam egy nagyon dörgedelmes levelet a belügyminiszternek, amiben azt mondtam el, hogy amennyiben nem hajlandóak a kisebbségek igényeinek megfelelni, akkor teljesen felesleges az én bizottság jelenlétem. És teljesen felesleges az, hogy mi egyáltalán ebben véleményt nyilvánítsunk. És akkor erre lett egy kicsi megmozdulás, és a legutóbbi bizottság ülésen sikerült mind a kampány kérdésében, mind a biztosok kérdésében döntéseket hozni, illetve a magyar nyelvű mintaűrlap kérdésében is. Jó napot kívánok!